A legutóbbi szezonban a kadettkorosztály debreceni döntőjében ezüstérmet szerzett a nyíregyházi együttes, amely alaposan átalakult a nyári szünetben. A második helyen végző csapatból mindössze 5 2001-es születési kosaras maradt, hozzájuk csatlakozott 15 új, zömében 2002-es születési fiatal, így a továbbra is Bockó Ádám által irányított együttesben többségben vannak az első éves kadettek. A csapat kétforduló selejtező sorozattal kezdte a szezont. Az első körben Szombathelyen a hazaiakat és a Hódmezővásárhelyt is legyőzték a nyíregyháziak, mellette vereséget szenvedtek a budapesti Honvédtól. A második fordulóban Sopronban a Zalaegerszeggel szemben alul maradtak a Bockó tanítványok, viszont a Kiskunfélegyházát és a Sopront magabiztosan verték, így bejutottak a kiemelt alapszakaszba. Nehéz megjósolni, hogy idén mire fog ez a csapat jutni, mert még egyszer mondom, hogy zömében 2002-esek alkotják a csapatot, egy 2001-es mezőnyben ez az egy év, ez nagyon-nagyon sokat számít, és kérdés, hogy fizikálisan hogy fogjuk bírni ezt a versenysorozatot. Itt is hiány a magas center, úgyhogy próbáljuk ezt különböző taktikai megoldásokkal áthidalni, de úgy gondolom, hogy jól dolgoznak a fiúk, és mérkőzésről mérkőzésre egyre jobbak leszünk. A legutóbb ezüstérmes csapat tagja volt Bolden Imánuel, aki meghatározó játékosa az U16-os együttesnek. A kosaras a selejtező 6 meccsét 20 pontos átlaggal zárta. Jó a csapat, csak kicsit fiatal, az nem baj, de tudunk fejlődni. Minden jobb teljesítményt próbálunk csinálni ebben az évben. A nyíregyháziak a keleti ágon folytatják a bajnokságot. 14 meccset követően a nyugati 8-assal egyesülve alsó, illetve felső háza válik szét a mezőny. Szerdán a MASZ otthonában lépnek pályára Boldenék, szombaton pedig a budapesti Honvédot fogadja Bockó Ádám együttese.